Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Fonó 25. jubileumi évadának az apropóján életre hívott díjátadón. Az 5. évszak 3 zenészének muzsikájával indítottuk ezt a ma estét, melyen a Fonó fennállásának 25 éve alatt a közönség legkedveltebb zenészeit, albumait, fesztiváljait fogjuk most kiemelni és egy kis ajándékkal megjutalmazni. Közönségszavazást indítottunk, tehát a tavalyi évben 25 kategóriában szavazhatott a közönség, és az általuk szavazott előadók, albumok, koncertek közül egy szakmai zsűri segítségével választottuk ki a legjobbakat, a számunkra legkedvesebbeket. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk hozzáfűzni, hogy se ez a műfaj, se pedig ez a 25 év nem szuperlatívuszokba mérhető, és nem feltétlen ez a legszebb összegzése ennek, de afféle figyelemfelhívás talán erre a műfajra, az ebben tüsténkedő és ebben alkotó sok művész kollégának, hiszen hiszünk abból, hogy a művészet az nem versenyistálló, és rengeteg számunkra fontos név is persze itt ma kimaradt, viszont a kedves ide látogató közönségünk, ti, akik már nagyon hiányoztak innen, hiszen üresen kong a ház, őket, ezek voltak a legemlékezetesebb koncertjeitek, kedvenc zenészeitek, kedvenc albumaitok. Úgyhogy ez egy szubjektív antológia itt a részünkről, de mégiscsak azért mutat valamit abból, hogy azt hiszem, hogy azért mégiscsak reprezentatíve jelképeznek elég sok mindent, akik ma itt lesznek velünk. Úgyhogy szerintem ennek folyamányaképpen vágjunk is bele, és nézzük is a kategóriákat, hogyha jó ez így. Az első kategória a legjobb táncház kategóriája. Ebben a 3 legtöbbet elért szavazatot a Berka Táncház, a Fonószerda Táncház, illetve a Kamasz Táncház kapta. A kategória győztese pedig a... Berka Táncház. Hatalmas ováció, konfetti és csillagszóró. Szigorúan tapsgép a közönségnek, mondom, egyébként másfél méteres távolságba, szigorúan a vírusvédelmi szabályoknak megfelelően beépített közönségünk van. És Endrődi Szabolcs már is átveszi a Folk Grammy díjat, és Barna Gyuri is vele tart, a Folk Blues leghíresebb felkentjei. Drága jóképi barátaink, foglaljatok itt helyet a tapsvihar után, itt a lócán. A népi ornamentikus párnák előtt. Gyurikám, te ezt nagyon meg fogod becsülni, ezt a bokrot. Milyen érzés a kezedben tartani? Sosem tartottam még ilyet, úgyhogy kiváló, nagyon jó. Büszkék is vagyunk rá, ezt nem is tagadhatom. Szabolcs, te alapítottad ezt a táncház sorozatot, amikor először elindítottad, gondoltad-e volna, hogy 14 évet, és ugye csak egyelőre 14 évet megélt táncházról van szó, gondoltad-e volna, hogy ekkora siker? Persze. Mi többel számoltunk, reméljük, hogy ugye most lassan pont egy éve, hogy nem játszottunk a Fonóba táncházat, mert ugye volt egy nevezben mutató koncert, az elmaradtat még szeptemberre pótoltuk. A viccet félretéve nagyon kellemes meglepetés volt, és nagyon örülünk neki. A válaszból annyi viszont igaz, hogy még szeretnénk legalább ugyanennyit muzsikálni a Fonóba. És pont a Laci kérdezte itt a teraszon, hogy mennyi esélyt látunk itt az újrakezdésre. Mi úgy kalkulálunk, hogyha lemegy ez a vírusőrület, akkor remélhetőleg szeptembertől tudunk. Ha lemegy ez a gála, akkor tudtok kezdeni. Igen. A színpadon. És te, nem, ha már nem matek tanár voltál, de van-e körülbelül hozzávetőleges sejtésed, hogy hány ember fordult meg, gyors fejszámolás, nyilván nehéz 14 évről, de akkor azt kérdezem, hogy hány generációt láttál te megfordulni itt a táncházban? Most 11 évet muzsikáltunk le a Fonó Budai Zeneházba, előtte is volt már táncházunk, tehát 2008 óta zenélünk rendszeresen táncházat, két hetente, és
azt látom, hogy akik abban az időben elkezdték, azok már családos vagy nagy családosok lettek időközben, és akik pedig már akkor is családdal rendelkeztek, ők már lehet, hogy unokával éppen. Tehát előfordulnak az idősebbek, tehát ilyen három generációs táncházán nőttük ki magunkat. Nagyon sokan fordultak meg, nem tudok számot mondani. Nem sok táncház szervező van, főleg a moldvai körökben, akik vonós táncházat is tartanak párhuzamosan. Ez milyen megfontolásból történik a ti táncházatokban? Mi igazából azt a gyakorlatot próbáltuk továbbvinni, amit mi is láttunk például az Almási téren, hogy a vonós és a moldvai zenek nagyon jól kiegészíti egymást, két párhuzamosan egymás mellett működő tánctérrel. Jobbak a vonós táncházban a csajok, mi? Ezt most skippelem ezt a kérdést. Most... Adod a Gyurinak. Gyuri, család, az Andyból az a helyzet, hogy egy picit komolyabbra szeretném fordítani a szót, hogy a moldvai zene az nagyon jó becsalogató. Rengeteg gátlást felold. Dobbal indul a dolog, tehát gyakorlatilag a gyomrodba érzed a lüktetést, egy jó nagybőgővel is, de a dob az elvitathatatlanul ilyen szempontból viszi. És nincsenek meg azok a civilekbe esetleg meglévő gátak, hogy hú, össze kell állni egy csajjal, meg kell fognom a kezét, derekát, jó Isten. Itt leginkább körtáncok, sortáncok, olyan dolgok vannak, amik feloldják a gátlásokat, hamarabb bejön egy külsős, és ugyanakkor, hogyha a két dolgot párosítjuk, akkor sokkal könnyebben átmegy szünetbe adott esetben egy vonós dologra, tehát ilyen szempontból is akár, ha úgy nézem, egymásra tud épülni a két dolog, tudunk egymásnak segíteni, egymás mellé dolgozni, úgyhogy ilyen szempontból is jó párosítás ez a két dolog. Ezt tényleg megerősíteni tudom, én is ahányszor bekeveredtem, hihetetlen, hogy a csukott szemmel nem tudsz a társadalomból ennyi féle embert összeszedni, mint ahogy egy moldvai táncházban, konkrétan egy berka táncházban, hogy tényleg a munka után még magas sarkuba bankár kisasszony, a biciklifutárral, mezitlábas szakáccsal, tehát csodálatos egyveleg. Még legalább ennyi időt kívánunk, mi ellene nem fogunk tenni, csak támogatni tudjuk. Köszönjük szépen, hogy ezt a 11, mint valahogy 14-nek számoltam, de akkor egyezünk meg egy 12,5-be. Jó egészséget nektek, köszi. És minél hamarabb legyünk túl ezen az időszakon. Köszönjük szépen. Második kategóriánk a legjobb koncert kategória. Ebben a három jelöltünk Balogh Kálmán és David Murray koncertje 2004-ből, Dress Mihály Quartet és Archie Shepp 2001-es koncertje, valamint a Góbé 2018-as karácsonyi koncertje. Ennek a kategóriának a nyertese. Dress Mihály és Archie Shepp koncertje. Hatalmas tapsot! Állítólag a díjat most Archie Shepp fogja átvenni. Ja nem! A Mihály jön. Nagyon messziről jön, úgyhogy sokáig tapsoljatok, légy szíves. Kisörs pusztáról jön gyalog. És Dress Mihály a színpadon, még egy taps. Átadom a többieknek is. Mihályunk, ülj le egy szóra közénk, egy ropira vagy egy szóra választhatsz. Milyen érzés a kezedbe tartani, Eme? A mikrofont? Nem működik egyébként. Ez nem kell, nem? De, a kamerának kell. Hát meglepő, köszönöm szépen, majd átadom a fiúknak is, ahogy mondtam az előbb. Hát ez egy szép emlék valóban nekem is, nem volt rossz koncert, és hát örülök, hogy még eszetekbe jutott ez az alkalom. Mire emlékszel belőle? Mi az, amiben neked különleges volt? Semmire emlékszem. De arra nagyon. Hát nagyon apró részletekre nem emlékszem, mivel általában ezek a koncertek több ízben is fölléptünk együtt Archie Shepp-el, több helyen is, Európában, és
hát mindig ilyen felszabadító érzés volt. Tehát valójában, aki jazz muzsikával foglalkozik, vagy hogy mondjam, tehát egyáltalán a zenével, az, ugye az mindig nagyszerű érzés, hogyha egy olyan mester van mellette, akiből azt érzed, nem azt érzed, hogy meg vagy félemlítve, hogy jaj, hát én nem tudok semmit, hogy merek én így fölmenni, hanem pont a zenének a szabadságát, a kiteljesedés lehetőségét, és egy ilyen repülés érzés volt. És ha szabad kicsit magunk felé fordítani a kérdést, te régóta, sőt a kezdetektől a fonónak egyik kerékkötője. Ezt a szót kerestem. Első koncertedre emlékszel-e? Vendégként vagy koncertező művészként léptél be ebbe a kies épületbe? Hát, mikor tudomásomra jutott, hogy létrejön ez a fórum, amit fonónak neveztek el, akkor nagyon örültem, mert nem volt ilyen intézmény, ami valójában magánkézben van, és ilyen nyitott, jó szellemiséget próbál kialakítani, és érdeklődve jöttem az elejétől kezdve, és hát azt hiszem, hogy ez ma is így van, hogy szívesen jövök el, és megvan ez a jó lelkület itt a Fonó zeneházban. Isten fizesse a dicséretet. Köszönjük, Mihály, jó egészséget neked. Köszönöm. Viszont minél hamarabb is halljunk téged élőben muzsikálni. Köszönöm. Szia. A Fonó által kiadott legközkedveltebb népzenei lemezek kategóriája következik. Ebben jelölt volt az Eszter Lánc Jegesen című lemeze, ami 2014-ben került kiadásra, a Poros Live 2011-es albuma, illetve a Szász Csávási Banda Live in Chicago albuma 2016-ból. Ennek a kategóriának a győztese pedig... Eszter Lánc zenekar Jegesen című albuma. Császár Attila veszi át a díjat, illetve Lieber Robert a zenekar és képviseletében. És Lieber Robert. Attila, üljetek még le közénk egy szóra. Ott a mikrofon, de Ropit is ehettek. Az internet szabad piacán is az a meglepő, hogy ezzel a tiszta népzenével a legtöbbet megtekintett videót is nektek köszönhetjük. Egyrészt a Jegesen album címadó számotok, azt néztem, az 800 ezer megtekintésnél, meghallgatásnál tart, ami közel van most már a kultikus 1 millióhoz, és a Fonó Facebook oldalára föltöltött videók közül is a leglátogatottabbak vagytok. Ez szerintem gyönyörű visszaigazolása annak a kőkemény útnak, amit te már az elején magad elé tűztél, és talán egyedülállóan a népzenei piacon nem nagyon léptél le erről. Miben rejlik az Eszter Lánc titka? És emlékezzünk meg Anna néniről is, mert egy kicsit neki is szól ez a díj. Az a kedvenc énekesetek, akiket szerintem te első albumodtól kezdve fölkaroltál, és veletek együtt muzsikált, tavaly ment el közülünk. Nyugodjon csendesen. Igen, akkor kezdjük ezzel akkor, mert kis ilyen pont egy éve halt meg egyébként Szilágyi Anna, melegföldvári énekes, akivel ezen a lemezen is énekel több dalt velünk. Úgyhogy, és hogyha őt megemlítjük, akkor már Víg Józsefet is megemlítem, aki sajnos, mert szintén nem él, ő mezőkeszői énekes, ő is énekel egyet a Jegesen CD-n. És ha már itt tartok, akkor megemlítem a Buzaiakat, akik szintén egy kántálással gazdagították a lemeznek a zenéjét. Takács Anna és Takács Piroska. Így, mikor találkoztál először ezzel a muzsikával, és egyből érezted, hogy ez végig fogja kísérni az utadat, az életedet? Tudatos választás volt, ösztönös választás? Hát igazából nekem a magyar-szlováci népzene volt a szívem csücske, úgyhogy kicsit véletlenül keveredtem Buzára, és azt gondoltam, hogy ez
ez egy rövid, egy-két éves történet lesz a... Hanyadik év? Történet. Hát 98 óta van, és 99-ben kezdtük velük. 23. Amúgy itt a Fonóban volt az első koncert a Buzaiakkal is. Mikor volt? 98? 99-ben. Hát ide sikerült általában bekéretőzni, hogy nagy népszerűségnek azért nem örvendett a produkció, ezt lássuk be. Ez úgy kellett bekunyarálni magamat helyekre, és akkor ide úgy mindig sikerült, úgyhogy emiatt van egy csomó koncert most az archívumban, amiket most így a járványos időben dolgozgatok föl, és most sorba látom, hogy úgy évről évre volt itt valamilyen kis koncert. Milyen ezekkel az emberekkel, milyen volt ezekkel az adatközlő mesterekkel együtt muzsikálni, mit lehetett tőlük tanulni? Hát zenét tanul, zenén kívül is nagyon sok mindent. Hát, ugye ők egy más világból jöttek, amit mi már nem éltünk meg, tehát legalábbis én nem. Van, aki az én generációmban megélte a természet közeli életet, de nekem ez már nem sikeredett. Úgyhogy hát ez nagyon megütött igazából. Tehát én is underground rocker gyerek voltam, és azért ezt úgy kezdtem el. Hát eléggé nagy lépés volt, és hát nem is tudom, hogy keveredtem ide. Robi, kicsit Robinak is adjuk meg a szót. Bár én csak bőgözni jöttem. És azt se tudod, mi a formáció neve. Jöjjek, mondom, jó, akkor de bőgőt se hoztál, azt ezt is tegyük hozzá, de Vonó azért az volt. Megkérdeztem, hogy meg. Tényleg megkérdezte. Robi, te is számtalan formációban játszottál, játszol. Egyébként elég komoly civil foglalkozásod, civil hivatásod mellett elég komoly népzenei hivatásod is van. Mit jelent a te életedben az Eszterlánccal való muzsikálás? Hát amikor Attila megkeresett, hogy csatlakozzak a csapathoz, akkor mondom az igaz, hogy nagy örömmel tettem, mert tényleg egyedülálló Magyarországon, és bocsánat, csak tisztem, falettemet. Egyedülálló, és továbbra is azt tapasztalom, hogy ez nekem nagyon fontos, és egyedi, amit a Eszterlánc zenekar tud nyújtani. Úgyhogy ez ennyi. Köszönjük szépen nektek, és nagyon örülünk, hogy itt a Fonóval valamilyen szinten az Eszterláncnak a neve összefügg. Igyekszünk megfelelni továbbiakba is. Látom a kérdőjeles tekintetet, valamit bepótolni. Igyekszünk a saját tehetségünknek és szorgalmunkhoz mérten. Jó egészséget kívánunk nektek, és minél előbb élő húsvér táncházakat. Köszönjük. A Fonó legjobb világzenei albuma kategóriában a három legtöbb szavazatot kapott jelölt a Buda Folk Band Magyar Világi Népzene című albuma, ami egy 2014-es lemez, a Csík zenekar Ez a vonat, ha elindul, hadd menjen 2008-as albuma, valamint Lajkó Félix Mező című lemeze, ami 2013-ban jelent meg. A kategória győztese pedig... a Buda Folk Band Magyar Világi Népzene című albuma. Gratulálunk nekik! Taps! A díjat Horváth László adja át, és a Buda Folk Band zenészeit köszöntjük, a Buda Folk Band négy tagját. Így van, Csóri Sándor Sündi, ifjabb Csóri Sándor Sündi, Salamon Soma, Maruzsenszki Andor, Éri Márton. Mondtam, hogy a legnagyobb lócát hozzátok. Foglaljatok helyet, dobjátok el a párnákat. Gyertek, csücsüljetek le, Andorkám, ne szerénykedj. A Somát. Albumotok címe egyben stílusteremtő, egy új stílus megjelölést is, stílust is alapít, hiszen Sündi, ez köztudottan a te műfaj elnevezési ötleted, ez a most hirtelen akartam kimondani, Magyar Világi Népzene.
Igen, ezt én használtam a legtöbbször, ennyi. De. Hogyha rávilágítaná, hogy miért, miben különbözik ez a világ zenétől, és ebben azért óvatosan az arszpoétikára is rákért ezek, ami a Budafolkot jellemezte. Szerintem hallgassa meg mindenki, és akik meghallgatták, meghallgatják, azoknak nem kérdés, hogy mi a különbség. Jogos, kell a jogdími. De azt hiszem, hogy mindannyiunknak hiányzik az a hangzás, amit csináltatok, de mindannyian megtaláltátok a helyeteket, nyilván nagyon jó zenészek vagytok, és rengeteg formációba játszatok mindjárt. Mit jelentett az életetekben mégis zeneileg a Budafolk? Sok kísérletezést. Sok kísérletezést, meg sok együtt töltött időt, sok együtt muzsikált koncertet, örömben, bánatban. Volt ilyen is, volt olyan is. Én szeretek a szép emlékekre visszaemlékezni belőle egyébként, meg arra sok jó kísérletre, amit csináltunk. Aztán volt, amelyik jó volt, volt, amelyik kevésbé, ezt majd az idő meg az utókor úgy is megítéli. Van erről a történet, tudod, hogy a Pegi Aladárnak mondták a tanítványai, hogy Ali bácsi, hozhatunk feldolgozást, meg hozhatunk számokat a próbára, bocsánat, hozhatunk számokat? Persze, gyerekek, hozhattok, ha jó, de nem jó. Marci, te is sokadik generációs népzenész vagy, ugye édesapád nevelő apja Martin György, a legnagyobb néptánckutató, édesapád pedig Éri Péter, a muzsikásnak a művésze, hogy mennyire kellett megvívni ezt a zenei harcot a szülői generációval, vagy mennyire tetten érhető esetleg az a motiváció, hogy újra fogalmazzátok a népzenét. Ez értelmezhető kérdés egyáltalán? Hát, oké, szóval eljutott a tudatom még a kérdés. Hát nem kellett megküzdeni vele, hogyha erre vagy kíváncsi. Tehát, mit szólt hozzá? Szerette ő? Szerintem ő örült neki, vagy hát gondolom, hogy a családjaink többsége mind örültek neki, hogy így együtt muzsikálunk együtt. Nyilván ez egy generációs ugrás is volt, a muzsikás és a Budafolk Band. Nem titkoltan ugye ilyen szülőkkel rendelkezik, mint Csóri Sándor, vagy Éri Péter, vagy Salamon Ferenc például. Nyilván erre a népzenei pályára szántak minket titkon, de hát mivel mi is az ő zenéjükön nőttünk föl, ezért ez szinte, hogy így egyértelmű volt, hogy mi is elkezdünk majd, ahogy Soma mondta, kísérletezni. És igen, hát a megélt időről is volt még előtte kérdés, hullámhegyek, hullámvölgyek jellemezték a dolgot, és értettem benne a csalafinta gondolatot. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy mi lenne, hogyha a Gangsta Zoli és bandája gumicukrot enne koncert közben, és megyes márkát inna. Nyilván mindenki tudja, hogy mire gondolok, ezt nem titkoljuk el, hogy volt ilyen is, meg olyan is, de közösen megélt 10 év azért az önmagáért beszél. Ott vannak a sikereink, nyilván nem véletlenül kaptuk ezt a díjat most. Köszönöm. Andort is megszólítjuk, a háttérhatalmat. Azt mondjuk nem gondoltam volna, hogy akkor leszünk együtt a színpadon a zenekar nagyja, amikor nem lehet igazából a színpadon lenni. Igen. Andor, te vajdaságból evickéltél föl ide az anyaországi térképre. Jól tudod István, igen. Tisztában vagyok a családfáddal, hogy sejtetted volna, hogy egy ilyen bandába belekeveredsz, és ilyen szintű feldolgozásoknak leszel tettes és csendes társa, hangos társa. Egyszer csak. Nem hiszem, hogy ebbe belegondoltam. Ekkor még egyébként volt egy ilyen legendás helyszín, ez a Podmanicki utca 11-es szám alatt volt, és azt hiszem, hogy ez a gondolatiság, ami a Budafolkot jellemezte, az ott kapott ott erőre. Mi az a gondolatisága a Budafolknak, hogyha már belekapaszkodhatok ebbe? Ezt nehéz kicsit megfogalmazni, de azért arra gondolok, ez a lemezeinken is rajta van, hogy a népzenei számok is azt hiszem igen magas minőségben vannak előadva, tehát ez az volt az a közös nyelv, amit mindannyian értettünk, de ezen túl is hát leginkább Sándor vezényletével, de mindenkinek egyébként voltak jó kis saját ötletei. Ezen a nyelven alapulva próbáltunk meg feldolgozásokat készíteni, és ahogy ez a díj is mutatja, úgy tűnik, hogy nem sikertelen.
Köszönjük szépen nektek, hogy itt a Covid ellenére egy lócára mertetek ülni. Az Andornak van egy gondolata ilyenkor, vagy hát nem ilyenkor, hanem, de ezt mindenképpen meg akarom veletek osztani, igazából tényleg a copyright Andor. A díj miatt szeretnénk köszönetet mondani barátainknak, családjainknak, családjaink barátjainak és barátaink családjainak. Jaj. Nagyon szép. Köszönjük szépen, Buda Folk Band. A legjobb népzenei lemez, a legjobb világzenei album, után most a jazz műfaja következik. A Fono legjobb jazz lemeze kategóriának három jelöltje, Borbély Mihály Polygon 2016-os albuma, a Dress Quartet mozdulatlan utazás, illetve Lukács Miklós Trió Szimbiózis című albuma. Ennek a kategóriának a nyertese. A Dress Quartet mozdulatlan utazás című album, ami 2000-ben jelent meg a Fono kiadásában. Mihály! Újra Dress Mihály veszi át a díjat. Misi megint teljesen hazament Kisvörös pusztáig. És még egy tapsolt a mesternek. Az igen, lenne tédd már a kezét az igazgatóknak. Te meg az enyém. Mihály, foglalj itt helyet nálunk, rég láttunk, hogy vagy? Hogy telnek a napjaid? Na, szóval kezdünk túlzásba esni, azt hiszem. Valóban volt egy ilyen lemezünk, ami az egyik az elsők között van valójában, és én is úgy érzem, hogy akkor úgy éreztem, hogy jól sikerült, azóta nem hallgattam. Hogy nehogy csalódj. Igen. És hogy van te, de mik maradnak meg amúgy a CD-idből? Tehát, hogyha mondják neked, hogy ez a CD-d, az a CD-d, akkor egy szám, egy melódia. A félelem. A félelem. Veled nem lehet komolyan beszélni. Most már két díjad is van, most már lehetnél komolyan beszélni. Hát mi marad meg belőle? Hát nem sok tényleg. Nem tudok más mondani. Bár a jogdíj megmarad? Ja, hát az sem marad meg. Mi volt a legkedvesebb fonós élményed? Legemlékezetesebb? Most ez olyan kérdés, hát nagyon sok természetesen. Nem is koncertekhez kötődik, hanem inkább táncházakhoz, mert én is elég sokáig jártam táncházakban, még most is néha elvetődök, bár nem vagyok egy táncos lábú, de nagyon szerettem a zenét hallgatni, különböző előadókat, ugye akik most nincsenek, például ugye a Palatkaikat, mindig nagyon szerettem hallgatni természetesen, és nagyon sok itthoni muzsikust is, és hát ezek mind szép élmények. Köszönjük szépen. Kérem, én is. Nem kínozlak tovább. Jó. Azt hittem, hogy megkérdezett, hogy mit jelent az, hogy mozdulatlan utazás, de hál' Istennek nem kérdezte. Következő kategóriánk a legjobb fesztivál és programsorozat kategória, amiben számos szavazat érkezett, szintúgy, mint a korábbiakban. A három legtöbb szavazatot kapott esemény, fesztivál pedig a Budapest Folk Fest, a Héttorony Fesztivál és a Jazzelő Szilveszter. A kategória nyertese pedig a Budapest Folk Fest. A Budapest Folk Fest képviseletében hívom ide a színpadra a díjat átvenni Móra Gabi kolléganőmet, a fesztivál főszervezőjét, hogy vegye át Horváth László igazgatótól a Budapest Folk Festnek járó díjat, melyet a közönségünk nagy szeretettel szavazott be a legjobbak közé fonós fesztivál kategóriában. Gratulálunk, ezek szerint sikeres
10 éven vagyunk túl, hogy milyen lesz a folytatás, azt majd megsúgjuk. Gabi, melyik évben volt a legkedvesebb Folkfest élményed? Én nagyon nehezen tudok erre válaszolni, mert a Folkfest a kedvenc fesztiválom, és nagyon örülök neki, hogy a közönség és a szakmai zsűri is ezt ítélte meg a legjobbnak. És hát természetesen az én veszem át ugyan a díjat, de ez nem az én érdemem egyedül, hanem Júlcsi is, Laci is, és a DAP többi tagja, és a partnereink is ugyanannyira részesei voltak ennek a fesztiválnak, úgyhogy én csak megköszönni szeretném mindenki nevében. Gratulálunk, köszönjük! Folytatjuk az énekesek kategóriájával, ugyanis ennek a kategóriának három legtöbb szavazatot kapott jelöltje, Bognár Szilvia, Herzko Ágnes és Navratil Andrea. A három énekes közül pedig a kategória győztese. Navratil Andrea lett. Gratulálunk neki! Addig a csücsenj le ide közénk, te is nem akarsz? Tudjuk, hogy most volt hangszárgyulladása, de két szót préselj ki nekünk. Nem is? Ott ezt a mikrofont célozd be. Számtalan formáció énekeseként ismert téged az országvilág. Számtalan nagy slágert is köszönhetünk neked. És nekem az a legszimpatikusabb, hogy te minden egyes koncerthelyedre az oda, abba a tájba, lehetőleg abba a településre, faluba illő énekcsokorral is készülsz, de kevesen tudják rólad, hogy neked civil hivatásod, természettudományon belül, ha jól sejtem, a biológia, hogy két szóba mondd el, hogy te minek a kutatásával foglalkozol, hogy kicsit sokkoljuk az online népet. Most éppen azt kutatom, hogy mit kérdez majd Berecz Pityú, de már nem vagyok kutatóbiológus, bár lélekben még mindig. Az ökológiai nevelés és szemléletmód az mai napig a mindennap része, de azt szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy hogy van ez, hogy akkor kutatóbiológusként végeztem meg, biológia tanárként, és aztán az életemet mégis az éneklés vitte végig, és ez az igazi hivatásom. És akkor megkérdezik, hogy ez a kettő hogy fér meg egy emberbe, akkor szoktam mondani, hogy köszönöm, azt hiszem egész jól. De régen, amikor még ennek fénye volt ennek a szónak, akkor egyszerűen azt mondták, hogy paraszt. Mert a paraszt ember az tényleg égre nézett, és a csillagok járásából kiolvasta, amit ki kellett, és Isten patikájából gyógyított füvekkel, fákkal, virágokkal, tehát gyógyította önmagát, a környezetét, az állatait, és az éneklés is ennek egy pici szelete. Úgyhogy valójában ugyanazt teszem, amit a régiek, és ha már így feldobtad ezt a labdát, akkor én nagyon elcsodálkoztam, hogy én lettem ez a kiemelt énekes. Én azt gondolom, nem is veszem nagyon komolyan, mert azt gondolom, hogy bárki itt ülhetne helyettem méltán, hiszen ez a 25 év, ez egy nagyon hosszú időszak, tehát hogy ez most egy pillanatfelvétel, hogy én most ide kerültem, de ha már valamit mondanom kell, hogy én mit gondolok erről, akkor az, hogy akkor ez szálljon tovább, illetve előre azokra, akiktől ezt kaptuk. Tehát, hogy én is Anus nénire és az összes többi kicsi öregecskére gondolok, akiktől ezt örökül kaptuk, akik hagyományban élték, és nem csak megtanulták. Úgyhogy ezt igyekszem én is, mind tanárként, mind előadó művészként minden nap a homlokomra írni, hogy ezt ne felejtsem el is. Köszönjük szépen a szerénységedet és az alázatodat, és mi is egyébként ezt próbáltuk hangsúlyozni az elején, hogy nem a féle sorrendet akarunk kinyilatkoztatni itt a mozgalom színe egész előtt, de a közönségnek szíve lelke, hogy éppen akkor mit érez a szívével, úgyhogy ezzel takarózunk, és ezzel mentegetjük ezt a helyzetet. Hogy tudja egy énekes kihasználni ezt az időszakot? Milyen volt neked ez az időszak, és mik lesznek a világ nyílása utána az első
koncertjeid, első feladatod? A legnagyobb feladat az volt, hogy azokat a közösségeket, baráti társaságokat, amik így az ország minden részén alakultak, ezek a dúdolók, amiket most már 15 éve vezetek, hogy őket ne engedjem el, mert ugye nagyon sok e-mail és telefon érkezett, úgyhogy az online térbe átköltözött a dúdoló, és akkor a karantének sorozatként nagyon sok helyre és nagyon sok visszajelzést érkezik, hogy ez sokaknak fontos. Ez persze sok munkával jár, de ne nagyon jó ez az alkotási folyamat, abszolút családi projekt. Úgyhogy szokták kérdezni, hogy hány főből áll ez a csodás táb, és mindig mondom, hogy hát minimum 2 és legfeljebb 2. Úgyhogy körülbelül így zajlott ez az időszak, hogy aztán hogyan folytatódik, ezt szerintem kevesen tudják most megmondani. Én hiszek abban, hogy a zenének fontos szerepe lesz, de az élő zenének, mert ugye az alap feladata és funkciója az, hogy gyógyítsa az embereket, és azt hiszem, hogy most mindenkinél el kell ez a gyógyító erő. És szerintem még ez egy jó időszak volt arra, hogy mindenki egy picit megmérje a benne és a körülötte lévő dolgokat. És akkor tőlem is egyre többet megkérdezik, most pont voltam egy interjún és fotózáson, hogy annyira jó ez, ami rajtam van, hogy ez direkt erre vettem, és mondom, nem, hát ez a civil ruhám, és hoztam, amit a fotózásra fel, és tényleg, de mondom, az tényleg viselet lesz, ezt meg csak így, ezt meg viselem. És akkor ezzel elindult egy beszélgetés, és akkor nagyon gyorsan oda kanyarodtunk, hogy tényleg kétféle zene van, jó vagy rossz. Tehát, hogy kell ezt mérni, hogy ez most világzene, vagy népzene, vagy jazz, vagy ezt majd az idő megméri. És ahogy Bartók fogalmazott, hogy nincsenek végleges válaszok. Tehát a válasz az mindig a hitelesség. Tehát csak hiteles válasz van, és azt meg majd az idő megméri. Ezért nagyon örülök egyébként, hogy ebből a rengeteg lemezből, ami 25 év alatt itt a Fonóban megjelent, nem is tudom, hogy Laci, te tudod-e számolni, hogy mennyi, talán a Peti meg tudná mondani, aki... Utasd. Tehát tényleg nagyon kevesen vannak tényleg a Mezei Peti, de jó, hogy szóba került, ugye itt az alapkő lerakástól 25 éve itt van, mi csak pár évre később érkeztünk az Urgóval, a táncházzal, amikor Peti itt... már az alapkő letételekor CD-t árult. Igen, szóval, hogy a... Bakeliten. Peti valószínűleg meg tudná mondani, hogy hány CD fordult meg itt, és hányat adott ki a Fonó, ami szerintem elképesztően magas szám lenne, és minőségben meg mindenképp kiemelkedő. És hogy abból pont egy olyan album került kiválasztásra Jegesen, amiben Szilágyi Annus nénivel fújjuk a Jegesen, de Jegesen. Szóval, hogy örülök neki. Persze nyilván lehetett volna ez is egy másik lemez akár, hogy választásban, de olyan szépen mutatja, hogy erre a hitelességre, vagy ezekre a tiszta forrásra szükség van. Tehát, hogy hajrá vissza és tanulni, amit köszönjük még lehet. Köszönjük szépen, Andika. Jó egészséget kívánunk neked is a kis fáthoz, meg magadhoz, és akkor remélem minél hamarabb itt sok ember előtt egy nagy visszatérés. Úgy legyen. Az énekeseket követően a legközkedveltebb és legjobb prímás díját fogjuk átadni. Ebben a kategóriában Kalász Máté, Porteleki László és Vizeli Balázs kapták a legtöbb szavazatot, közülük a kategóriában. Vizeli Balást köszöntjük nyertesként. Balázs, kell neked kérdés, hogy válaszolj? Igen. Honnan kezdjem? 25. 25. Mi volt az első koncerted a Fonóban, és kivel?
erre nem tudok biztos választ adni, de akkor még a Téka együttessel muzsikáltam, és itt nagyon sok buli volt a Szántó Ferenccel való koncertünk, lemezbemutató koncertünk is itt volt. Hát, meg hiszem, hogy akkor is. Téka 20 év, vagy nem tudom, valamilyen jubileumi lemezünk is itt jelent meg, tehát elég szoros kapcsolatunk volt, hogy annak idején. Bunkó lennék, ha megkérdezném, hogy hány éves vagy, de hogy 25 éve hány éves voltál, azt megmerem kérdezni. Hát most vagyok a legjobb 25 éves prímás, nem én úgy? Ja, igen. Azt hallottam, hogy most valami ilyesmi díjat kaptam. Igen, pontosan. De most úgy visszatérve egyébként, nem csoda, hogy a Dresmis is bajban van, mert mi zenészek, azért jó, ha tudod, táncosok, hogy nekünk nagyon a jelen az, ami a legfontosabb. Tehát a jövővel annyira nem van foglalkozunk, a jövővel, az majd csak lesz valahogy, és a muzsikálás pont erről van szó. De hát az elmulatni szó is erről szól, ugye, hogy elmulatjuk az időt, tehát valójában tényleg a jelen. És hát nem kell nagy okosságot mondani, de a legtöbb, hogy mondjam, vallási irányzat is tudja, hogy a jelen az, amit igazából meg tudsz ragadni, és ott tudod valójában kifejteni azt, ami majd olyan dolog lesz, amire érdemes visszaemlékezni, illetve ami a, mint egyén a közösség számára egy olyan dolgot tett, amire lehet építeni, és az esetleg úgy tovább hullámzik mondjuk a közösségen belül. A Kárpát-medencében a világon sokan tudják róla, hogy a gyimesi muzsika közel áll a szívedhez, de kevesen tudják, hogy te tanítasz is, kijársz Gyimesbe. Mit jelent neked, miért csinálod ezt, milyen meggyőződésből? Hát egyrészt családi hagyomány, mert az édesapám is pedagógus volt, még 2 évig tanított is az általános iskolába Kiskanizsán. Tehát, hogy eleve ez családi hagyomány. A 2 bátyám is úgy szintén ezzel is foglalkozik többek között. És a másik, hogy az egy jó dolog, hogyha az ember megszerez egy tudást, de sokkal nehezebb, hogy azt hogy tudja úgy továbbadni, hogy az még jobb legyen. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az a jó tanár vagy pedagógus, aki aztán örülhet annak, hogy olyan tanítványai vannak, akik még jobban, fiatalabban még jobban tudnak muzsikálni, vagy bizonyos esetekben jobban. De azért visszatérve erre, hogy legjobb prímások, annyit tudnék mondani, hogy pont a népzenék azok, amelyek lelki vetületűek, alapvetően. Tehát a lelki energia az, ami motivál a leginkább. Persze itt is lehet virtuóznak lenni, itt is el lehet kápráztatni mindenkit, de azért mi prímások azért azt tudjuk, én Palackán már voltam úgy lakodalomban annak idején, amikor nekiállt a prímás ilyen virtuóz vonócsapkodásokba, akkor csak ennyit mutattak a táncosok, így oda mutattak, hogy álljon meg a hegyi menette, most nekem muzsikálsz, nem pedig magadat mutogatod. Úgyhogy ott rögtön én is megértettem, hogy hát a népzene az valami más történet, mint a színpad és az előadó művészet. Tehát valami más, ugyanúgy megél persze ott is, tehát népzene van, műzene van, a 2 kategória, vagy a 2 fajta zene, az kölcsönhatásban van egymással, de azért mindenkit szerintem az édesanyja ilyen altatókkal altatott el, tehát nem mondhatja, hogy semmi köze a népzenéhez. Köszönjük szépen, Vizeli Balázs, és büszkék vagyunk rád. És bár a prímások is hangszeres művészek, de volt egy külön kategóriánk, legjobb hangszeres művész kategória, és ebben ütősök, fúvósok, pengetősök korlátlanul jelölve lehettek. A kategória 3 legtöbb szavazatot kapott egyéne, hangszeres művésze, Balogh Kálmán, Dress Mihály és Lajkó Félix. Ebben a kategóriában Dress Mihályt szólítjuk harmadjára is a színpadra. Egy ma még alig hallott művész. Hiszen ebben a kategóriában is ő gyűjtötte a legtöbb szavazatot. Gratulálunk Misinek. És
És mivel ilyen sokat megfordult itt a színpadon, és három kategóriában is díjat vehetett át, emlékezetes koncert, jazz albuma, illetve most, mint hangszeres művész, ezért gondoltuk, hogy a Fonó első életműdíját is megkapod, Misi, úgyhogy gratulálunk hozzá. De még azért élj egy kicsit. És ilyenkor azt szeretnénk kívánni, hogy ez a életműdíj indítson el egy lavinát, mert a művész szakmában ugye nagyon sokan suttognak, illetve tudják, hogy a bizonyos nagy díjakat kinek kéne megkapni, de hát soha nem úgy történik, de bízunk benne, hogy ez a soha, ez nem úgy soha, úgyhogy Misi, kitartás, mert szurkolunk, és legyen ez egy lavina valóban. Hát nagyon szépen köszönöm, már tényleg túlzásnak érzem, higgyétek el, hogy így van. Már olyan gondolatom támad, hogy nem azért kapom el ezeket a sorba most itt tőletek, persze ez csak azért vicc, mert én közel lakom a Fonóhoz, és így egyszerűbb díjazni. Majd de látszott. Hát köszönöm szépen. És én is sokat köszönhetek a Fonónak is, a Fonóba föllépett nagyon-nagyon sok nagyszerű muzsikusnak, nagyon sok mindent lehetett tanulni ezzel egy, és nagyon sok lehetőséget ugye a próbahelyek tekintetében kapnak meg a zenészek, főleg ebben az időszakban is, amit nem akarok ragozni, olyan amilyen, de hogy itt lehet próbálni, és ezek nagyszerű dolgok, és ennyi. Köszönjük szépen, Misi. Igyekszünk többet ma már nem fölhívni a színpadra, de azért közelüljél. Azt hittem, hogy még kérdez. Eszembe jutott egy kérdés, hogy a mozdulatlan utazás. Az egy albumodnak a címe volt. Állítólag Fonó díjat is nyert. Ez, megfejtenéd nekünk ezt a címet? Én még tényleg elmondom, hogyha most már itt hadd menjen az idő, hogy egyrészt ez a hangszeres kategóriába így meg úgy, hát én úgy érzem, hogy én egyáltalán nem vagyok jó hangszeres, hanem állandóan küszködök a hangszerrel, tehát mind a mai napig, de mondjuk ez nekem örömet okoz, úgyhogy ez egy hozzáfűzni való, a másik a mozdulatlan utazás, ez meg annyit jelent, hogyha már tényleg megkérdett, hogy ez egy ilyen révedésszerű. A zenehallgatás bármilyen, akár élő, akár pedig hanglemez, vagy rádión keresztül, vagy aki amin. Ha odafigyel az ember, akkor óhatatlanul egy lelki emelkedettségbe kerül. Hát ha olyan a zene, ami passzol az ő lelkéhez, persze. És ezáltal egy révülethez hasonlítható, bár nem tudom, hogy én révültem-e valaha, csak azt gondolom, hogy ez valami hasonló. Tehát egy nemes átlényegülés jelent valószínűleg a mozdulatlan utazás. Köszönöm, Misi, elfogadom én a válaszodat. Vegyél köszönöm egy ropit, és reméljük elbírod, egy talicskát adunk majd a díjaidhoz. Jó egészséget, és még sokat lássunk, halljunk. Szerusz! És folytatjuk még a népzenészek és zenészek díjazását. Legjobb népzenész kategóriánk is volt, ebben szintén fúvósok, pengetősök, cimbalmosok, harmonikásokra lehetett szavazni. A kategória három legtöbb szavazatot nyert előadója, Agócs Gergely, Csasznyi Imre és ifjabb Csóri Sándor Sündi. A kategóriát pedig... ifjabb Csóri Sándor Sündi nyerte. Közben eszembe jutott, hogy micsoda trió lenne ez a hármas. És már itt is van ifjabb Csóri Sándor Sündi, aki hazajár a színpadra. Sündikén most már van egy saját fád is, foglalj helyet. Megfogalmazolod bennem, hogy esetleg így a kategóriák legtöbb szavazatot kapó hármas alakíthatna mindig egy formációt. Tehát, hogy Csasznyi Imre, Agócs Gergő és Sündi trió, mikorra vállaltok koncertet?
Ezt majd a doktor úr majd eldönti szerintem, de hát talán, tehát nagyon, nagyon meglepődtem, és nekem a legnagyobb elismerés mindig az volt, amikor nálamnál jobb zenészekkel zenélhettem együtt, és főleg akkor, amikor a mesterekkel, mesterek mellett lehettem, és kísérhettem őket, és egy idő után nem kaptam koppintást a fejemre vonóval, akkor úgy éreztem, hogy valami jó úton haladok, és mindig is ez az, ami így vezérelt. Mai napig is én igazából népzenésznek tartom magam, és hát annyi jó népzenész van, úgyhogy tessenek körbenézni még. De valóban én ezt szeretettel és jó indulattal csinálom, és örülök neki, hogy egy ilyen szép dologban részt tudok venni. Jól esik hallani egyébként ezt a szerényes és alázatos hozzáállást mindegyik őtöktől, ami nyilvánvalóan tükrözi azt, hogy ezek nem összemérhető kategóriák, tehát tényleg most egy prímást, egy tárogatóssal, egy kontrással, hogy lehet, de hogy az a jelenség, ahogy te zenélsz, az nyilván az emberekbe megmaradt. Tehát, hogy félváról muzsikálni téged még senki nem látott, tehát esetleg itt is lehet például a sok más előnyöd mellett is keresni az igazságát ennek a döntésnek, zárója bezárva. Merre visz a te utad? Van egy ötödik évszak nevezetű zenekarod, ami nyilvánvalóan felfutóba, és megint egy teljesen új hangot tudtál eddigi szerzői munkásságod után megütni. Miket látsz még magad előtt, milyen utakat? Én továbbra is a népzenéből tudok a legjobban inspirálódni, és nagyon jó, hogy most már van olyan lehetőség, hogy otthonról is tudok adatbázisokat szabad időmbe használni, és továbbra is ezt úgy érzem, ebben jól érzem magam, szeretem hallgatni a múltat. Köszönjük, Sündi! És az utolsó kategóriánk a 10 plusz 1-es kategória. A Fonó 25 felfedezettje kategória. Az elmúlt év felfedezettjeire, Fonó által felfedezett előadóira, zenekaraira lehetett voksokat leadni. Ebben a kategóriában Balog Melinda, a Mélybahár, valamint az ötödik évszak zenekar kapta a legtöbb szavazatot. Az ötödik évszak zenekar, ők az év felfedezetjei. Igen. Hegedűs Máté, Cimber Ferenc és Csóri Sándor Sündi vannak itt a zenekar képviseletében. Cimber Ferenc, Hegedűs Máté és Sündi. Foglaljatok helyet egy pillanatra. Tettem nektek mogyorót is, Sündi, te is változatosságot találja az élethelyzetben. Elég komoly zenészekkel dolgozol együtt. A Kárpát-medence összes hivatásos formációjának hivatásos zenészei ülnek itt, tehát az Ifjú Szívek első prímás és a Magyar Állami Népjegyes szóló cimbalmos, a Cimber Ferenc. Kicsit add át nekik a mikrofon. Milyen érzés Sündi agyszüleményeit megvalósítani annyi koreográfus után? Izgalmas. Izgalmas. Nem tudom, hogy árulok-e titkot azzal, hogy tehát a színpadon is egyfajta ilyen szabad alkotó muzsikálás zajlik, ami persze tökéletesen kontrollált és mederben folyik. Bármit is jelentsen a meder és a kontrolláció. Igen. Ferenc, neked a sok koreográfia után ez kiszabadulás, vagy egy másik fajta fegyelmi eljárás? Egyáltalán nem állt távol tőlem ez a fajta úgymond szabad zenélés, tehát alapvetően a népzene is ugyanilyen számomra. Lehet, hogy ez a hangszerem adottságai miatt is alapvetően így működik nálam, ugye
mivel a cimbalom az tényleg egy olyan hangszer, aminek a szabadsága az határtalan szerintem. Tehát ennél fogva mindig találok új lehetőségeket. És így együtt ebben a formában nagyon szívesen kísérletezünk. Régóta ismeritek azért egymást, hol színpadon, hol táncházban, azért itt ilyen Eres 9-ek is eszembe jutnak, hogy ott azért így találkozgattunk, meg voltak szabad muzsikálások, hogy az ötödik évszak az miben más, mint minden eddigi más? Nyilván első hallásra laikus füllel a Izabella által behozott kicsit jazzes muzsika az, ami miatt merőben más? Én nem mondanám, hogy merőben más, igazából ez egy kialakulóban lévő dolog, illetve egy zenei irány, illetve egy nem is csak zenei, hanem hogy is mondjam, tehát egy saját identitásunkhoz való hozzáállás megfogalmazása. Tehát igazából ez még nincs meg így konkrétan, tehát ezekre a dolgokra keressük a választ. Egyelőre ezek szerint nem rossz irányba indultunk. Sándor? Én azért örülök most, hogy itt így vagyunk, mert mindig én szoktam beszélni, és végre megszólalt Feri és Máté is. Igen, és alig lehetett elvenni tőlük a mikrofont. Olyan bőbeszédűek. Mátét még próbáljuk meg szóra bírni. Heged is már nagy, te is nagy népzenész dinasztiából származol, a kiskunságot ott azért édesapád leuralta, hála légyen neki, elég sok jó tanítvány kiszabadult a kezei között. Amúgy egy floridai cápahorgászról is szó van, ezt Whitefield-ieknek üzenem. Tudtad, hogy édesapád fogott cápát? Tudom, láttam egy fényképet is róla. Miami-ban talált egy cápát. talált vagy fogott? Ja, a járdán talált. Aztán megfogta. Mindegy, hát a mítoszok így válnak rögvalóvá. De igaz, amit mondtál, tehát valóban zenész, édesapám, hát amellett, hogy mérnök. Tehát ő nem hivatásos zenész, de úgy látszik, hogy nagy hatással volt a gyerekekre, mert a testvéreim közül ketten is hivatásos zenészek lettek. Neked is van egyébként civil hivatásod, vagy te már ezt nem követted el ezt a... Hát az volt, hogy én matematikusnak készültem, de a szüleim mondták, hogy tanuljak már valami rendes szakmát, menjek népzenésznek. Eltiltottak a matektod. Nem, igazából úgy alakult, hogy rendes embernek készültem, de az egy év részképzés Budapesten az eldöntötte a dolgot. Végleg magával rántottak rá a falkreken. Hát akkor köszönjük szépen nektek, ötödik évszak, Hegedűs Mátének, Cimber Feri. Még egyszer szeretnénk a Fonónak megköszönni a támogatást, illetve az, hogy lehetőséget kaptunk elkészíteni ezt a zenei anyagot, amire ezt a szép díjat kaptuk most, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy otthont is lehetőséget teremtettetek nekünk erre. Szívesen. Jó egészséget, és még hamarabb is szabadulást mindnyájunknak. Mi pedig megköszönjük nektek, kedves közönség, hogy itt az éterbe velünk tartottatok, az online világba, és a kedves, a rögvaló, fizikai halmazállapotában is jelenlévő közönségnek. Reméljük, hogy mi hamarabb találkozunk veletek élőben, mert ha nem, akkor még ilyesmiket fogunk kitalálni, úgyhogy inkább találkozzunk élőben. Mindenkinek jó egészséget kívánunk, és minél hamarabbi élő zenei, élő táncházas élményeket. Sziasztok! Zárásként pedig az Esztelen zenekar Jegesen című albumának egy részletével búcsúzunk a nézőktől és hallgatóktól, ugyanis ennek a lemeznek három közreműködője is jelen volt ezen a ma estén, az ő segítségükkel. Most hallgassunk meg az Eszter Lánctól egy jó kis mezőségi muzsikát.